Tisztelt államtitkár úr, tisztelt nagykövetünk úr, tisztelt igazgatóasszony, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! A mi csapat igazgatójaként nagy örömmel köszöntök mindenkit az európai utasok, Kolozsvár képzőművészete az ezredforduló után című kiállítás megnyitóján. Minden város főnemű, lány vagy inkább asszony, anya, anyáskodik, méri a lakóit, de uralkodik is rajtuk, akik közül néhányan úgy viszonyulnak hozzá, mint egy ribanchoz, mások őszinte szerelemmel lehetnek érte. Állatos tol a galatáknak írt levélben arról értekezik, hogy az égi Jeruzsálem szabad lelkeket szül, a földi Jeruzsálem viszont rabszolgákat. A jelenések könyvében azt olvashatjuk, hogy idézem, a nagy Babilon a föld utálatra méltó kicsapongóinak anyja. Szóval szerint azért építették Párizsban Szatyrakül, hogy a rossz útra tévedt város így könyörögjön, egy lefátyolozott tapáca hibuzgalmával bűnbocsánat ér. Kolozsvár soha senkitől nem kér bocsánatot, de fantasztikus embereket adott a világnak, Mátyás királytól Bolyai Jánoson át Székely Bertalanig. Egy tragikus körülmények között nemrég elmúlt kolozsvári teoretikus, a nagyszerű Csényimesi Éva könyv címét idézve, minden műalkotás egy teremtett világ. Én úgy gondolom, hogy egy művészeti kiállítás is az. Ez a tálat nem a kincses város teremti újra, még csak nem is arra reflektál, de onnan ered. Kolozsvár az anyja. Kolozsvár az értelmet, Kolozsvár az életet neki. Büszke lehet rá, ahogyan a szülő büszke a gyermekeire. Mi pedig végignézve a műveket, csodálhatjuk, ahogyan az Isten áldott a nagy tehetséget, a korszakos teljesítmény csodálja az ember. Kissé értetlenül, mert a kiválóságnak ez a földrajzi koncentrációja még akkor is nehezen felfogható, ha igyekszünk megmagyarázni. Száz évvel Kuncaladár nyugatban publikált cikkének megjelenése után, egy mondjuk úgy mozgalmas és szövevényes évszázad után kimerni tagadni, hogy Kolozsvár újra az európai kultúra egyik központja. Büszke vagyok rá, hogy a városhoz kötődő, kiemelkedő színvonalú kortárs képzőművészet első teljességre törekvő, reprezentatív bemutatása a műcsarnokban látható. Ezután is köszönöm mindenkinek, aki ebben szerepet vállalt, mindenek előtt Angeljöblit kurátornak, és külön a művészeknek, mert elsősorban mégiscsak nekik köszönhető, hogy a mi felénk sokakban élő negédes, hamis Kolozsvár képhelyét átveszi annak az izgalmas erdélyi kulturális metropolisznak a képe, amit ez a kiállítás oly nagy erővel megjelenik. Önöknek köszönöm a figyelmet! Még egyszer tisztelettel köszöntöm a több mint 30
román és magyar művész, aki szerepel ezen a kivételes tárlaton, az intézmények képviselőit, az igazgató urat és újfent önöket, akiknek reményeim szerint többé nem kell emberöltőket várniuk arra, hogy részesülhessenek a kolozsvári csodákban. A kiállítást ezennel megnyitom, fogadják szeretettel. Munkatjaink! Most nem gyermek, hogy